Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöllek én is benneteket a mai oltáravató szertartás Dharma beszédén. Hálásan köszönöm Andinak és Vikinek a nagyszerű bevezetőt. Hogy beszéltetek, eszembe jutott az a pillanat, egy koan interjú volt talán, amikor Andi először előjött ezzel az ötlettel. És akkor olyan próbáltam földolgozni az információkat, hogy bejött, tudom, hogy hát van ez a nő, lelkesen jár interjúkra, már tudtam is, hogy Andi, igen, és akkor jó, volt egy jó interjúnk, csak ő mondja, hogy nem tudom pontosan, hogy mi hangzott el, de hát ez a lényeg, amit hallottatok, hogy hát egy helyen, egy irodaházban, ahol ő dolgozik, hogy zen gyakorlatot szeretne csinálni, és hogy már a szunim is jóvá hagyta, és hogy akkor ez hogy legyen. Hát én így néztem, igyekeztem pókerarcot vágni hozzá, hogy jó. Közben gondoltam, hogy láttam én itt már karon varjút, volt egy-két dolog, de hát na, lelkesedés nem törünk le, nézzük meg. És aztán szépen alakult a történet. És annyira szépen alakult, hogy most itt vagyunk. És gyönyörű szépen zajlik a gyakorlás, ahogyan azt ma már többször emlegettük a szürke szerdákon. És egy nagyszerű gyakorlatvezetői páros jelent itt meg, és egy nagyszerű mozgás is, hogy vendégdarma tanítók is jönnek. És a gyakorlás folytonos és intenzív. És tényleg egy pár héttel ezelőtt, amikor egy megbeszélést tartottunk a szerda esti gyakorlat előtt, és én itt voltam, de sajnos el kellett mennem, nem maradtam a gyakorlásra, és csak így néztem, hogy jönnek az emberek. Hogy jönnek le, mindenki bejön, és itt borulnak le, itt még emlékszem arra a kis ajtóról, így ahogy mentem el, még benéztem, és zajlott a leborulás. Annyira öröm volt ezt látni, hogy érik a szanga. Ez volt az élményem. Nagyon sokféle élményem volt már ebben a szangában, mióta gyakorló vagyok. És sokszor volt olyan élményem, hogy hát, ha van egy húzóerő, ha van egy dharma beszéd, ha van a templom, van valami látványos, hogy akkor úgy jönnek és gyakorolnak, aztán mennek és nem gyakorolnak. És van egy nagy fluktuáció, de hogy kicsit mindenki kipróbálja, és ahogy tudjátok, van ez a fázis mindenben, a még újszülöttnek minden vicc új, meg még a még ez a szerelmi fázis tart, a hormonális szerelmi fázis egy párkapcsolatban, addig is hú de jó az a másik, hú de izgalmas, rá tudok vetíteni minden ideálképemet, amit szeretnék, és akkor hát ugye abba szeretek bele, aki elviseli ezt a rávetítést. Aztán egy idő után jön a kiábrándulás, és te jó ég, ki ez, ki fekszik itt mellettem. Ugyanígy a zennél egy idő után valahanyadik elvonulásnál, vagy a leborulásnál, vagy a ötödik, 108 leborulásnál hajnalba körbenézel, és akkor menekülhetnéket támad, hogy na, úristen, én innen most megyek. És akkor valóban a legtöbben ilyenkor el is mennek. Azok maradnak, akiknek nagyon nagy a belső kérdése. Nagyon nagy bennük az, hogy mi ez. És ennek a másik oldala, hogy nagyon nagy bennük a szenvedés, nagyon nagy a szenvedés nyomás. És akkor muszáj maradnak, mert nem érdekel, akkor is megcsinálom a 15. 108 leborulást is, csak már legyen valami változás. És ez az, ami visz az úton. Igen ám, de így is nehéz megmaradni. Mi az a másik, ami megtarthat az úton? Az, hogyha ténylegesen megvan ez a szanga élmény. Hogy ez nem egy one-man show, hogy van egy valaki nagyon szépen tanít, és akkor addig, amíg hallgatom, jó, de amikor egyedül vagyok és gyakorolnom kell, akkor már nem jó. Hanem, hogyha van közösség, vannak közösségek, kicsik és nagyok, vannak gyakorlótársak, vannak utonjárók, vannak olyan utonjárók, akik velem kezdtek két hete, vannak olyan utonjárók, akik egy éve, két éve, három éve, 10 éve, 30 éve, és a közösségen belül egymásra hatunk. Mert a 30 évet
gyakorló ember nagyon sok mindent tud tanítani a két hete vagy két napja gyakorlónak, de ez fordítva is így van. A két napja gyakorló, a két hét óta gyakorló, az egy év óta gyakorló is nagyon sok mindent tud annak mutatni és tanítani, lehet, hogy nem így verbálisan, de az együttműködésben, ahogy hallhattátok, a csoportban való létben, azzal, hogy mi is a helyes út, mi is a helyes helyzetfelismerés, a helyes kapcsolatteremtés, a helyes működés. Úgyhogy ezért nagy öröm ezt látni. És érzek a levegőbe itt kifejezetten Budapesten is egy ilyet, hogy hú, jönnek gyakorolni Gazdagrétre, Kerepesre, Zuglóba, hétfőn az Andrásira, és hogy van itt a levegőbe egy ilyen darma energia, hogy igen, most már zajlik a gyakorlat. Most már kezd a szanga a kis gyerekkori fázisból, meg a serdülőkori nagy tobzódásból megszilárdulni és felnőtté válni. És ez nagyon jól látni, és ez tőletek van, hogy jöttök és gyakoroltok. Mert mindenki nagyon számít ebben. Nagyon érdekes az, hogy a buddhizmus meg a zen ezen belül is ugye, milyen utat választ, milyen utat kínál. Ugye. Ha megnézed, akkor minden emberben valójában ott van egy alapvágy, egy törekvés arra, hogy többé váljon, mint ami. És nem csak, hogy többé váljon, mint ami, hanem kapcsolódjon valami nálánál nagyobbhoz. Ezt nevezhetjük spirituális késztetésnek, növekedési vágynak, és ez mindenkiben ott van. Ilyen-olyan mértékig. Valószínűleg nektek, hogy már itt vagytok, nektek jobban és felismertebben van ez az életetekben ott, van, akinek kevésbé. És ennek van egy másik oldala, ezt megfordítjuk, hogy miért van ez a vágy. A másik oldala az, hogy ha visszamegyünk bármeddig a történelemben, egyszerűen az élet olyan, hogy azt érzed, hogy hát azért ez úgy lehetne jobb is. Vagy hát azért kicsit sok a kötöttség. Vagy nagyon sok a kötöttség. És ezt még manapság kevésbé érezzük, mert van relatíve meleg lakásunk, tudunk mit enni, nagy részt, vannak lehetőségeink, de még így is oly sok kötöttséget élünk meg, hogy kötött a testünk, hogy véges a testünk, hogy megbetegszik, hogy folyton küzdenünk kell a túlélésért, hogy legyen pénzünk, hogy legyen mit enni. Aztán egy csomó drámaiság van az életben. Bárki bármikor meghalhat, bárki bármikor megbetegedhet, elvesztheti a munkáját. Nagyon sok minden történhet. És érezzük ezt a beszorítottságot. Meg érezzük azt is, hogy hát ennek most akkor végül is mi az értelme? Vagy mi az értelme annak, hogy szenvedek, hogy beteg lettem, hogy nem úgy alakult az életem, ahogy elterveztem? Hogy ennek mi az értelme? Hogy tudom ezt a szenvedést megszüntetni? És ez valahol ez a helyzet megszüli azt, hogy akkor van-e ettől valami több, ettől a testtől, meg ettől a gondolatvilágtól, ami a fejemben van, meg ettől az érzelemvilágtól, ami bennem működik. Van-e ettől több? És akkor elindulunk valami gyakorlás felé, vagy valami vallás felé. És láthatjátok azt is, hogy rengeteg helyen rengetegféle válasz született már erre. Isten központú, nem Isten központú, több Isten központú, nem Isten központú. De a fő kérdés az, hogy neked mi működik. Neked végül is mi segít? Mi segít abban, hogy kilépj abból a viszonylag kis és sík világból, amiben egyébként élünk akkor, hogyha csak követjük a gondolkodásunkat. Hogyha csak követjük a megtanult érzelmi mintáinkat. Merre tudjuk ezt a teret kibővíteni? És itt a zenen belül erre nekünk egy nagyon érdekes technikánk van. Valójában nem bonyolult. Sőt, annyira nem bonyolult, hogy összefoglalható ebben. Minden más
csak lábjegyzet ehhez. Tehát azt találták ki ezek a nagyon bölcs régi mesterek, nem csak kitalálták, hanem tapasztalták is, hiszen tapasztalati alapú út, hogy minden, ami neked szenvedést okoz, az valójában egy ilyen nyolcrétű rendszeren belül működik. Ezt szokták nyolc gyökérnek is nevezni. Nyolc gyökér azért, mert mint egy fának a gyökere, ez a nyolc féle út köt téged a valósághoz, vagy ahhoz, amit mi életnek nevezünk. Ezt szokták úgy is mondani a hagyományon belül, hogy az ember érzékszervekhez kötött lény. És ezek az érzékszervek nem csak a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés és a gondolkodás, amiről a Szívszutrában éneklünk, hanem még van kettő ehhez, a megkülönböztető tudatosság, ami megteremti, hogy dolgok jók és rosszak, meg az emlékezet, a tárháztudat. És ezt mondja a hagyomány, hogy ha megnézzük, akkor ez az a nyolc gyökér, amin keresztül az a fa kinő, ami az életed, ami te vagy. Lehet, hogy kisfa vagy, lehet, hogy nagyfa vagy, lehet, hogy akácfa vagy, lehet, hogy fenyőfa vagy, lehet, hogy félbetört fa vagy, de valamiféle ilyen inger tömeg ezeken keresztül jön be. És akkor azt mondja a tanítás, hogy valójában más dolgunk nincs, mint hogy ezeket a beáramlásokat a lehető leginkább lenyugtassuk, egybehozzuk ezt a nyolcféle tudatosságot ebbe a pillanatba, és tisztítsunk ki belőle mindent, ami van. Tehát maradjunk meg annál, hogy látom a padlót, nézzük egymást, látom a falat, hogy fehér, hogy a padló szürke, itt vagyok, érzem a légzésemet, vagy ebben az esetben ti halljátok most, amit beszélek, én meg próbálok valamit mondani, és maradjunk meg ennél. És próbáljuk meg a fogalomalkotást kikapcsolni, legalábbis parkolópályára tenni. Próbáljuk meg a ítéletalkotást kikapcsolni, tehát hogy azt mondjuk, hogy ez jó, ez rossz, hogy ide akarok jutni, hogy oda akarok jutni, hogy nem akarok ide jutni, azt nem akarom, ezt nem akarom, és próbáljuk meg az emlékezetet is, a fantáziálást, a mozinézegetést is, amennyire lehet kikapcsolni, de legalábbis függetlenné válni tőle. És akkor vagyunk itt. És ilyen nagyon gyakorlati módon kezdi el az utat ez a hagyomány. Tehát nem azt mondjuk, hogy na, édefigyelj, kedves lányom vagy fiam, itt van ez a nagyon faszak is istenség, mondjad a mantráját, váljál vele egyé, vizualizáld, és akkor majd történik veled valami. Vagy na, igen, olvasd el a Bibliát, Jézus Krisztus, válj hasonlóvá Jézus Krisztushoz, kövesd őt, és akkor majd történik veled valami. És ez nem jó és nem rossz, egy picit mi máshogy közelítünk. Olyan sokszor mondják, hogy na, akkor a buddhizmus az akkor ateista, vagy teista, vagy akkor most mi van, vagy ez egy ilyen furcsa New Age-es valami? Vagy akkor most tulajdonképpen ti mit is gondoltok? Elmentek oda a terembe, és akkor ott mi történik? Nem lesz ez így baj? Hogy akkor ott akkor csak úgy magatokba vagytok, és akkor mi, te leszel az Isten? Vagy, szóval sok mindent lehet mondani. Tehát ez akkor van, ha gondolkodsz. Ha nem gondolkodsz, akkor látod a módszernek a végletekig leegyszerűsített praktikus mi voltát. Tehát, hogy ne onnan kezdjük, hogy megpróbáljuk elképzelni, hogy mi az, ami nálunk több. Ugye, pedig erre nagyon hajlamosak vagyunk mindannyian. Azt imádom a legjobban, amikor én is kaptam már ilyen kommentet, nagyon élveztem, hogy kikerült egy videó, és hogy túlmozgásos a mester. És úgy nyilván az volt úgy hát implikálva, hogy hát ugye azért ez ilyen kiül, de hagyjuk. És
Én ezt nagyon szeretek, ha ilyeneket kommentelnek, tehát nyugodtan lehet most is kommentálni. Egyrészt ugye a fiatalos hagyományokon belül a kommentálás műfaja az már önmagában jó, de hogy most attól függetlenül, hogy jó, hát én most gyakorlok, ugyanolyan gyakorló vagyok, mint ti, tehát én aztán nem állítom arra, hogy bármiféle, reggel föl szoktam ébredni azért, de csak ha szól a telefon. Na de, hogy elgondoljuk, hogy nézek egy videót, és akkor na ez egyrészt, ez biztos, hogy egy megvilágosodott mester, hú, igen, de túlmozgásos, de én tudom, hogy milyennek kéne lennie egy mesternek, honnan? Mert én például én nem tudom, hogy milyennek kéne lenni egy mesternek. Próbálok, én annyit tudok tenni, hogy próbálok olyan lenni, amilyen belőlem jön. Meg nézem azokat az embereket, akik gyakorolnak, meg akik tanítanak, és van, akihez szívesen kapcsolódok, és tudom követni. Van, akire azt mondom, hogy fú, hát nem annyira. De lehet, hogy másnak meg ő a jó. Szóval ezzel csak azt akartam szemléltetni, hogy mindenre, a tanítóra, az Istenre, az Istenekre, az oltárra, a hagyományra annyi mindent rávetítünk. És akkor ez azért nagyon veszélyes, mert örök életre benne lehet maradni valamiféle illúzióba. Amit csak kigondoltál, abból az állapotból, ahogy éppen vagy. Ez nagyon jól követhető, Isten központú, tehát például a keresztény hagyományon belül, hogy valakinek milyen az Isten képe, az leginkább róla szól, és nem Istenről. Hogy bántalmazó apuka? Szerető jó Isten? Távoli elérhetetlen valaki? Ez mind-mind arról beszél, hogy milyen típusú ember az, aki így hiszi, meg milyen típusú sérülése van. A mi megközelítésünkben azt mondjuk, hogy most egyelőre nem bajlódjunk ezzel, hogy milyen az Isten. Üljünk le, térjünk ide-vissza, és csak észleljünk, csak legyünk jelen, csak tágítsuk a tudatunk terét. És majd aztán, ami ebben az észlelésben megjelenik, azt tapasztaljuk, és tapasztalati alapú hitté válik. És aztán végső soron az a lényeg, hogy te nyugodtabb tudsz-e lenni, együttérzőbb tudsz-e lenni? Tudsz-e másokért tenni? Vagy csak magadra záródsz, és a magad fájdalmát szajkózod újra és újra szenvedési szamszára körökben? Vagy tényleg nyitsz a többiek felé? És ha kimész az utcára, kimész a villamosra, a buszra, ott hogy viselkedsz? Tudsz-e rendesen, tisztán jelen lenni úgy, hogy az nem termel szenvedést? Vagy rögtön mindenkit bántalmazol. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy vallásosok, akik olyan nagyon vallásosnak mondják magukat, néha azok tudnak a leg szenvedéssel teli környezetet teremteni maguknak és másoknak. Mert hogy valami olyan ideát követnek, ami nem biztos, hogy úgy van. Úgyhogy én azért nagyon szeretem ezt a zen gyakorlatot, mert itt nem arról szól, hogy most akkor Isten hívőnek kell lenni, vagy ateistának kell lenni, vagy hindúnak, vagy ennek, vagy annak, vagy amannak. Persze van ennek valamiféle környezete, de a lényeg az, hogy te itt legyél, jelen legyél, és nyílj meg a tapasztalat felé. Nyílj meg afelé, ami több az egódnál, több a személyiségednél. És hogyha megvan egy pillanatra is ennek a tapasztalata, az egy életre elég lehet. Csak ezt a tapasztalatot aztán ápolni kell. Hogy ott van benned az, ami jóval tágabb, mint a szenvedésed. Mint az, amire rá lehet záródni. Ez az az út, ami odavisz, hogy ne külső forrásokat keres, mondjuk a megbecsültséghez, vagy az önértékeléshez, hanem ki tudj alakítani egy olyan szilárd belső önértékelést, ami megrendíthetetlen. Amit nem ér el az, hogy mások mit mondanak rólad, hogy ócsárolnak-e, vagy szeretnek-e, vagy ez van, vagy az van, vagy mit kommentelnek be a videó alá. Mert tudod, hogy igen, rálátsz, én átengedem magamon, és látom a másikban a szenvedést.
Mert hogyha kellő tered van, akkor láthatod azt, hogy aki téged bánt, aki szenvedést okoz, aki csúnyán beszél veled, csúnyán bánik veled, valójában nagyon is szenved. És legtöbbször nem az van ott mögötte, hogy direkt veled akar kiszúrni, hanem így tudja éppen levinni, levezetni a feszültségét. És hogyha meg tudod tenni azt, hogy így látod a másikat, aki esetleg bánt, akkor már is tudsz vele együtt érezni. És akkor már is ott lesz az a tér, amiért bejövünk, amit az oltár is szimbolizál. És akkor nem kell vizualizálnod, hogy itt van bennem a Buddha oltár, de akkor úgy tudsz viszonyulni ahhoz, aki esetleg bánt téged, hogy lenyugtassad, hogy legalábbis ne lökjél neki vissza valamit, amitől csak megy tovább, tovább, tovább a spirál. És ha elég sokat csináljuk ezt, és elég sokan vagyunk ilyen emberek, akkor tényleges belső változás tud létrejönni. És olyan szintű belső változás, ami segíthet abban is, hogyha van bármilyen jellegű pszichés, lélektani elakadásod, azt is ez segíti. Akkor is nem az van, hogy egyenként masszírozod ki az összes göböt magadba, és aztán utána ugyanúgy a rossz testtartástól visszaáll a tested úgy, ahogy volt, és megint fáj a hátad meg a kezed, hanem lesz egy jó tartásod, és persze lehet, hogy egyenként kell majd néha masszíroznod magad, vagy elmenni egy masszörhöz, de alapvetően jó a tartásod, és tudsz haladni az életben. Amíg nincs meg ez a mély belső tapasztalat, addig viszont nagyon nehéz. Úgyhogy erre ad ez a hely is, ahol most itt vagyunk ennyien, meg ez az oltár is, amit ma megnyitottunk, meg a szanga, aki idejön, főleg az, erre ad lehetőséget, hogy bejöjj, leülj, legyél csendben, borulj le, 108-szor akár, vagy 3x108-szor, énekelj el egy surangama mantrát, ezer szem és kész szutrát, vagy tiszteletet a három legértékesebbnek, szív szutrát. Ez az eszköz, ezek az eszközök mind azért vannak, hogy az, amiről beszéltünk, hogy meglegyen ez a belső tér és az a letisztulás, hogy visszatérj ide, és tapasztalj. Ez az a cél, amifelé az összes gyakorlat megy. Az egyik innen jön be, a másik onnan jön be, a harmadik onnan jön be, de végső soron ebbe a terembe jutunk be, a jelenlétbe. Ez az, ami igazán tud gyógyítani. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, csináljuk ezt, és keretes szerkezetként visszatérve Andi lelkesedéséhez, és Viki tanításához, és jelenlétéhez, és Dharma tanító jelenlétéhez, nagyon köszönöm nektek, hogy ezt a gyógyító helyet működtetitek itt, és létrehoztátok, és én abban reménykedek, hogy itt is, meg akár egészen más és több formában is tud ez majd így együtt folytatódni, mert én most érzem úgy, hogy van szanga, és lehet kire, lehet kikre számítani, és itt vagyunk egymásnak. Ez nagyon-nagyon jó. Köszönöm szépen. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy hát ugye körülbelül egy évek, 2 évek találkoztam itt a zennel, és először elkezdtem meditációt csinálni, és aztán úgy most szeptember környékén, hát ez soha nem ment a meditációt, ezt hozzáteszem, hogy ez ilyen hol ment, aztán abba hagytam, megint újra kezdtem, megint abba hagytam, és aztán most megront egy érzés szeptember környékén, hogy rossz eszközt használok, és mintha nem tudom, csavarhúzóval akarnék szöget beverni, vagy valami ilyesmi érzésem volt, és elkezdtem leborulni. Viszont van egy olyan kis gond a leborulás, hogy engem rettentően irritál az, hogyha számolni kell. És így nem tudom, hogy mennyire ördögtől való dolog, hogy én nem számolom a leborulást, hanem inkább időhöz kötöm. Hogy ez mekkora baj, mert mindenhol az van, hogy számoljuk, és a 108 a mágikus szám. Hát akkor ördögtől való a 108 leborulás nem számolása, ha azzá teszed. Úgyhogy semmilyenhez nincsen kötve, sőt, jól érzed, hogy a számolgatás az gátolhat abban,
hogy egyé váljál a gyakorlattal. Mert figyelned kell, hogy most akkor az 56 vagy 57-nél vagyok, vagy egy kimaradt, vagy nem maradt ki. És akkor még lehet olyan érzésed is, hogy akkor most nem tudom, akkor most kuka az egész, mert lehet, hogy 109 volt. Vagy 107, és akkor mit fognak szólni a buthák, hogy ujjajjaj, ez a gyakorló, hát még 500 élet. És majd akkor fölébred. Tehát nyugodtan engedd meg magadnak azt a szabadságot, hogy csak gyakorolsz. Azon belül, hogy van a gyakorlatnak egy nagyon konkrét formája, meg van egy olyan, hogy nem csak úgy, hát ma 3-at van kedvem borulni, lehet, hogy holnap 8-at lesz. Na, ma hétvége van most, 2x108, na, most meg tudom tenni. Tehát nem ez, hanem akkor elhatározod, hogy mondjuk mindig 108-at, és akkor kétféle verzió van, a klasszikus koreai, hogy vannak ezek a malák, ezek az olvasók, ezek a távol-keleti olvasók, és akkor azzal számolod, van ilyen 108-as, meg van 27-es, sokféle verzió van, meg kell tanulni vele egy picit a leborulást. Szóval ez először olyan furi, hogy ott van a kezedbe, de meg lehet, és akkor mindig egy szemmel tovább mész, és akkor megvan a 108, nem kell rajta gondolkodni. Ez az egyik verzió, ez különösen azoknak jó, akiknek van ilyen számolás fétise, hogy azért egy kis obszesszív-kompulzív személyiségzavar, hogy jó, biztos, hogy 108 legyen. Azoknak különösen jó, ezt nem akarjuk meghekkelni. A másik verzió az az, hogy megnézed egyszer, kiszámolod, hogy én 12 perc alatt teszem meg a 108 leborulást, és akkor ott van az óra, és 12 percet borulsz. Ugyanúgy volt, ugyanúgy jó. Ugyanúgy a légzésre kell figyelni, tantient megtartani, és csak válj egyé a mozdulattal. Legyél ott. Érezd a testedet. Ez egy azért nagyon jó gyakorlat, különösen nekünk itt nem szerzetesi életformát élő embereknek, mert hihetetlen bonyolult a gondolkodásunk, hihetetlen sok minden történik velünk, és a világ is bonyolult, tehát mondjuk ahhoz képest biztos, hogy bonyolultabb, hogy mondjuk 200 évvel ezelőtt Koreában egy kis zen templomban milyen volt, ahol a hagyomány mondjuk ott adódott tovább, ahhoz képest a mi életünk hát kihívásos ilyen itteni intellektuális energiában. Szóval nagyon kell az, hogy a testbe visszajönni. Akkor van általában mindenféle lelki zavar, hogy eltávolodsz a valóságtól, eltávolodsz a testtől, és hát ugye amit mondtam az elején is, hogy az érzékszervek, a 6 érzékszerv, az ide köt, mint egy gyökér a világhoz, ezt lehet jóra is használni. Tehát egyrészt szenvedünk tőle, mert hú, mennyi minden jön ezen keresztül be, viszont az, hogyha látom, hogy itt van ez a szürke padló, meg tudom fogni, érzem, hogy milyen az érzés, meg tudom fogni ezt a botot, az itt tart, hogy aha, ez van. És ugyanez a leborulás, hogy akkor igen, visszajövök, és akkor itt vagyok benne a testembe. És akkor nem röpül el az emlékezet, meg a jó-rossz, meg az ítéletalkotás olyan helyekre, amit nem szeretnék. És akkor ez a lényeg, hogy ez meglegyen a testen keresztül. Ugyanilyen testi gyakorlat az éneklés is. Úgyhogy igazán beleadod az energiát mondjuk a surangalma mantrában, mint amit ma énekeltünk, hát attól ilyen leszel egyből. Én azt hittem, amikor megjöttem ide ma este, hogy hát így ki fogok dőlni balra, mert aludtam vagy 3 órát előző este. Meg volt a surangalma mantra. Oh, nagyon jó. Tehát ezek azok az energiát adó gyakorlatok, amit nekünk különösen világiaknak megadják azt a pluszt, amitől tudjuk ezt csinálni. Ez viszonylag nehéz, ezt az eszköztelen meditációt. Úgyhogy egyrészt jó, hogy ebbe az irányba váltottál, másrészt meg a görcsöket nyugodtan engedd el a számolást illetően, és csak gyakorold. Nagyon szívesen. A bevezetődhöz szeretnék kapcsolódni, hogy a zenkörnek a 180. fokánál van az, hogy megbocsátjuk a megbocsájthatatlant. Ha jól tudom, Szuni mondta az egyik videójába.
Én azt tapasztalom magamon, hogy az én szenvedésemnek az egyik fő szamszárikus forrása az az, hogy mindig idővel megbocsájtom azt, amiről most azt gondolom, hogy megbocsájthatatlan, és ezáltal újra termelem a saját szenvedésem. Most úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kell, vagy nem szeretnék megbocsájtani. Hogy erről mit gondolsz? Vagy mindent meg kell bocsájtani? Vagy hogy gondolod ezt? Miért kéne? Miért kéne mindent megbocsájtani? Akkor van olyan, hogy nem bocsájtjuk meg a megbocsájthatatlant? Ha hogyne van? Persze, hogy van. Mindenféle van. Akkor miért van az a zen körben a 180 foknál, hogy akkor mégis megbocsájtjuk? Hát, Szungszán zenmester ezt nem írta oda, de azért alapvetően ez a tanítás onnan ered, hogy itt valójában kétféle úton is el lehet indulni a kérdésedhez kapcsolódva. Az egyik a klasszikus zen gyakorlat. És ez látni kell azt is, hogy a klasszikus zen gyakorlat az milyen közegben adódott át évszázadról évszázadra. Ez az, amit mondtam, a szerzetesi közeg. Tehát viszonylag fiatalon bekerülsz egy templomba, te mondjuk szerzetes nőnek kerülnél be, levágják szépen a hajadat, kapsz egy szép szürke ruhát, megszabadulsz minden külsőségbeli ragaszkodáshoz, tehát nem lesz szép hajad, nem leszel szép, nem lesz szép ruhád, nem leszel szép, nem lesz tulajdonod, nem lesz saját szobád sem, mert 10 másik emberrel kell együtt élni. És ülsz, és gyakorolsz, és csinálod azt, amit most itt így minden egyes alkalommal tanítunk. De nagyon sokáig. És akkor vannak fokozatok, lehet, hogy először csak templom körül tevékenykedsz, aztán énekelnek, aztán leborulsz, vagy munka van, vagy bármi van, vagy szutrákat is lehet tanulni. És akkor egyszer csak eljut oda a folyamat, hogy akkor tényleg ülsz már, és akkor csak ülsz, és akkor el lehet jutni valóban oda, hogy a zen kör első fele, hogy először van a 90 fok az intellektuális belátás, mondjuk azt, hogy belátom, hogy a forma valójában üresség, az üresség forma. Tehát amit mindig szoktunk tanítani, hogy ezt intellektuálisan is be lehet látni, itt szerintem már mindenki be tudja ezt látni, hogy most van formája ennek a botnak, de amikor még ez egy ág volt, akkor nem így nézett ki, tehát nem ez volt a formája, hanem egy viszonylag vastagabb ilyen ág volt egy fán, de amikor a fa még nem nőtt meg, akkor meg még nem volt semmi. Tehát valójában ürességből jön, és hát nem lesz mindig. Biztos, hogy nem lesz mindig. Én remélem, hogy még egy ideig lesz, de bármikor bármi történhet vele. Na most ezt így intellektuálisan be lehet látni, tök jó, valójában ez még nem segít rajtad. Ez ugyanaz, hogy be lehet látni azt, hogy hát eredetileg nem volt sérelem, nem volt konfliktus, tehát nincs is mit megbocsájtani. Tehát valójában a szenvedésed, meg a konfliktusod azzal a másik emberrel, az nincs. Tehát mindent meg is bocsátunk, nem? Ez segített most? Hát annyira nem segített. Na ugye, nagyon jó, nagyon jó. Tehát pont ez az, amit a 90 fok el tud érni, meg a Dharma beszéd, hogy megmondjuk neked, hogy valójában üres az a sérelem, ami benned van, üres a megbocsátás is, kész, menj Isten áldásával. Legyél boldog, azt kész. Nem kell ragaszkodni. Tehát ez az intellektuális szint. És akkor van tovább, az ez. És most csak egy pillanatra tapasztaltad. Tehát amikor hallod ezt, hogy abba a 2 másodpercben ténylegesen nincs ott az a sérelem. Meg ténylegesen nincs ott az egész történet, ami téged ahhoz a másik emberhez köt. Amint elkezdesz gondolkodni, rágondolsz arra a személyre, meg tudnám ölni, meg tudnám verni, és elindul az egész.
újra, és akkor haragszol. De ekkor nem. És ez a klasszikus út. A klasszikus út, hogy egészen addig meditálsz, amíg ez tényleg be nem következik. Tehát, hogy addig melegíted azt a jégtömböt a gyakorlás tüzével, amíg egyszer csak elpárolog, és akkor látod, hogy a padló, padló szürke. Hozzá vagyok szokva, vagy mindig barna. De ezért is jó ez a terem. Na, most visszahozott a jelenbe. Szóval látod, hogy a padló szürke, fal fehér. És akkor eltűnt, úgy ellobbant ez a sérelem, mint a száraz avar, amit meggyújtanak, hogy a hagyományt idézzem. Ez egy nagyon hosszú út, és tapasztalatom szerint elég nehezen járható, akkor, hogyha nem ilyen életformát folytatsz, amit vázoltam. Tehát hajlevágós, elvonulós, szerzetes női történetet. Nem tudom az milyen, nem próbáltam, csak elképzeléseim vannak róla. A másik dolog az, hogy érdemes megismerkedni egy picit a sérelem meg a megbocsátás lélektanával. És nagyon jól mondtad, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy túl hamar megbocsátasz, és mindig újra termeled a problémát ezzel. Talán így fogalmaztál, ugye ez? Hát relatíve valamikor hosszabb ideig tart, hogy megbocsájtok, valamikor rövidebb, de előbb vagy utóbb mindig megbocsájtok. Uh-huh. Vagy ha nem is, akkor ugye a haragom elszáll idővel. Uh-huh. Igen. És az affinitásom meg megnő a másik ember irányába. Igen. És ez a legnagyobb bajom. Uh-huh. Tehát, hogyha nem bocsájtanék meg, talán a harag lehetne az a távolság, ami, uh-huh. ami a másiktól távol tart. Igen. Most itt tartok. Uh-huh. Szóval a folyamat az úgy néz ki, hogy amikor sérelem ér téged, akkor természetszerűleg haragszol arra a másik emberre. Ez azért van, hogy meg tud magad védeni. A harag az egy energia. A harag elindítja benned azt a természetes önvédelmi reakciót, hogyha megütnek, visszaütsz, és megpróbálsz túlélni. A vadonban így nevelődtünk sok-sok-sok évezeden keresztül, hogy vagy engem ölnek meg, vagy én ölöm meg a másikat. És ezt segíti ez a harag. Erről érdemes meghallgatni a császárt a Star Wars-ban. Ha láttad a Star Wars-t, akkor ugye ott van a Palpatine császár. Ő nagyon szépen ugye a haragot használja, többek között arra is, hogy a szegény szerencsétlen Anakint bemanipulálja az erős sötét oldalára. Ez valójában ugye erről szól ez az egész mese, azért lett olyan nagyon népszerű, mert archetipikus dolgokat fogalmaz meg. Szóval, hogyha az a baj csak, hogyha annyira azonosulsz a haraggal, hogy rád ég, és semmi más nem vagy, csak harag és bosszú vágy. Ez egy idő után tönkre tesz, és Darth Vader lesz belőled. Körülbelül konkrétan, csak lélektani Darth Vader. De valamikor testi is. Viszont a másik oldal, a másik hiba, és akkor ez mindenféle spirituális hagyománynak a hibája lehet, kereszténységnek ugyanúgy, mint a buddhizmusnak is, mert a buddhizmusban is elhangzik az, hogy a harag csúda dolog. Júj, a harag az itt tart. Ez az alaptanítás, hogy a vágy, a harag meg a tudatlanság az, ami itt tart minket. Úgyhogy akkor mindenki azt mondja, hogy júj, csúnya harag. És annyiszor látom azt ebben az ilyen iparban, amit most itt űzök előttetek, hogy ez egy ilyen elvárás, hogy én zen gyakorló vagyok, tehát nem akarhatom, tehát ez olyan nincs, hogy én elképzelem, hogy a másikat kilövöm a holdra, vagy elégetem mágián, vagy nem, de megkínzom nagyon, tűket szurkálok bele pillanatról pillanatra, vagy kirakom darts táblára, és dobálom bele a dartsot a szemébe. Tehát, hogy ez, hogy ilyeneket gondolok, ez ebben nem fér bele. Úgyhogy nem engedjük meg magunknak a haragot, mert tabusítva van. Azért, mert csak a Darth Vadert látjuk, és nem látjuk a hasznát. Szóval a haszna az, hogy erőt ad neked.
és ismerkedj meg a haragoddal, és lásd, és éld meg. Csak ne éld ki. Ez a különbség. Mert a Darth Vader az előbb-utóbb előhozza a lézerkardot, és kiéli, és mit tudom én, legyilkolja a kis Jedi gyerekeket, amikor megkapja a 66-os parancsot, vagy nem tudom mi a szám, akkor Jedi gyereket lemészárolja a Jedi templomban. Na hát ez a kiélt harag nem jó. Ott a sok hulla a kisgyerek. De ha tudod, hogy ott van bennem a harag, igen, és jogosan haragszom, akkor ezt meg kell élni, és át kell szenvedni. Nincsen másik út. És amikor ezt kellőképpen megélted, átszenvedted, és megtaláltad a módját annak, hogy hogyan vezesd le ezt az energiát aztán, sporttal, edzéssel, dartsdobálással, vudu babázással, bármivel, ami neked jól működik, na akkor elindulhatsz arra felé, hogy akkor nézzük meg, hogy mi van ezzel a másik emberrel. Hogy ténylegesen ő miért ilyen. És akkor megszületett az a belátás, hogy aha, igen, ő azért ilyen, mert ez történt vele egészen addig, amíg ellenem elkövette azt, amit elkövetett. Ahogy mondtam már a bevezetőbe is, általában nem jó kedvünkben vagyunk rohadékok egymással. Van néhány ilyen ember is, aki jó kedvéből, de általában inkább sérültségből, mert nem tudunk más tenni. Nem tudjuk visszatartani magunkat attól, hogy bántsuk a másikat, mondjuk a gyerekünket, vagy a párunkat, vagy a szüleinket. Na most, ha megszületik benned a belátás, akkor ezt láthatod, és megszülethet az együttérzés azzal a másik emberrel kapcsolatban is, a másik ember felé is, aki téged bántott. De csak akkor, ha a haragodat megélted, jogosnak élted meg, és átszenvedted. Ténylegesen. Nem úgy, hogy elmismásolom, mert majd jó lesz nekem anélkül. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Csak megint mondom, megélt és nem kiélt harag. És ez tényleg őszintén megvolt, akkor megbocsáthatsz a másik embernek. Viszont itt van még egy fontos kitétel, hogy a megbocsátás és a kibékülés két külön dolog. Megbocsátáshoz egy ember is elég, a kibéküléshez kettő kell. Tehát lehet az, hogy én megbocsátok a másiknak, de nem békülünk ki, mert ő marhára nem látja magát, semmi önreflexiója nincs, és továbbra is olyan, amilyen. Akkor viszont az van, hogy belátom, megbocsátok, és minimalizálom a kontaktust vele. Ez a Pál Feritől szoktam idézni mindig ezt a mondatot, egy hasonló helyzetben mondta ezt, amikor kérdezte egy jó vallásos hívő tőle, hogy hát akkor, de hát a Bibliában az van, hogy szeresd anyádat, apádat, tiszteld. Ennek az embernek is szülőkkel volt problémája. És akkor azt mondta neki a Pál Feri, hogy hát igen, ez kétségtelenül az van benne, hogy szeresd és tiszteld anyádat, apádat. De az nincs benne, hogy közelről. Lehet távolról is. Ez meg már a jogos határ meghúzás és a jogos önvédelem. Úgyhogy haragomat meglátom, megélem, földolgozom, és eljutok az együttérzésig és a megbocsátásig. Ez a teljes út. És aztán meglátjuk, hogy lesz-e kibékülés. De amiért fontos ez a ténylegesen őszinte megbocsátás, mert ha ez nincs meg, akkor megmarad a kötés. Hiába elmehetek Amerikába is az anyámtól, vagy az apámtól, vagy a férjemtől, vagy a feleségemtől, és lehet, hogy soha többet nem látom, de hordozom magamba, hogy az a rohadék kicsinált, és alalala, és megmarad a kötés, és megkeseríti az életedet. Hát elemi érdek ilyen szempontból a megbocsátás. A megbocsátás valójában egy elég önző érdek dolog ilyen szempontból. Hogy ne kössön oda a másik hülyéhez. Ez a harag. Egyébként, ha megnézitek, a harag meg ez a sértettség még intenzívebb, mint a szeretet. Ugye a másik pólus,
De akit szeretünk, arra nagyon sokat gondolunk, akit utálunk, arra még többet. Az mindig kényszer gondolatként jön, hogy... Szóval, hogy ezért érdemes ettől hosszú távon, őszintén, de itt, nem itt, itt megszabadulni. És ennek sokféle útja lehet. Beszélgetni másik emberrel erről, szakember segítségét kérni, sokat meditálni, ilyenek. Ez az út, ami nekünk itt járható, mert lehet, hogy nincs 20 éved arra, hogy végülsz, csak így, napi 5 órát, vagy 7 órát, vagy 10 órát. Úgyhogy valahogy ezt így lehet megtenni. Visszacsatolok még oda, hogy azt mondtad, hogy akkor most lehet-e, nem lehet-e. Most, ha a harag van benned, és nem tudsz megbocsánni, akkor azt éld meg magadon belül. És aztán majd megy tovább a folyamat. Köszönöm. Nagyon szívesen. Tanuljuk és tapasztaljuk, hogy mindent a tudatunk teremt. Beszélünk itt a haragról, megbocsátásról, megélésekről. Most az intenzív hét végén meghívást kaptunk egy guruhoz, és ő arról beszélt, hogy 46 éve tanít, és visszatekintve erre az időre úgy gondolja, hogy az tanítói 46 évének legalább 80%-át elpazarolta. És azért pazarolta el, mert mindenki, aki hozzáment tanulni, vagy kérdést feltenni, amikor ő ugyanígy tanít, a karmájáról kérdezett. Uh-huh. Tehát, hogy itt ülünk, gyakorlók vagyunk, és a karmánkról kérdezünk, miközben tudjuk, hogy ezt az egészet a tudatunk teremtette. A zennek ezen kívül mi a... ennek a meglátását, nem a tudatunkban való megélésének a segítő fegyvere, eszköze. Mert hogy akik gyakorlunk, mindannyian tudjuk, hogy a tudatunkkal teremtettük azt a helyzetet is, hogy okunk legyen haragudni arra a másikra. Mi az, amivel ezt innét tényleg tapasztalássá tudjuk tenni? Uh-huh. Ha csak tudod, hogy a tudat teremt mindent, az nem elég. És általában csak tudjuk, intellektuálisan elgondoljuk, hogy a forma üresség az üresség forma, és valójában nem tesszük meg azt a lépést a zen körön a 90-től a 180-ig. A tényleges 180-ig. Hogy a tényleges ez meglegyen. Néha már azt érzem, hogy ugye annyit püföljük itt a padlót, hogy már teljesen haszontalan. Mert már mindenki tudja, hogy na, jó van, jó, igen, jó van, tudom, üresség, megszakadt a gondolkodásom, nagyon jó, kommentelek is rá valamit a YouTube-on. Tehát, hogy és játsszuk ezt a színjátékot, semmi nem változik. Nagyon jó kérdést teszel föl, mert ez engem is rettenetesen intenzíven érdekel, hogy egyrészt saját önző gyakorlatomban is, hogy én hogy tudom az újra és újra megtenni, de ez csak amiatt érdekel, főleg megkönben, akkor nem tudok miről beszélni. Tehát, hogy egyébként csak nyaralok, és úszok a karmámba, hát akkor mit tudok segíteni? És én szeretnék segíteni, ti is szeretnétek, látom. Tehát azért vagyunk itt őszinte szándékkal, és egyébként ez a legfontosabb. Az összes többi az elhagyható, de hogy legyen az őszinte szándék, hogy tényleg azért csináljuk, hogy segítsünk. És viszont akkor ebben meg ott a kérdés, hogy na, de akkor tényleg mi segít? Mert nagyon nehéz. Nagyon nehéz segíteni, és igazából segíteni abban tudsz, hogy kíséred a másikat, aztán cselekedni, meg megcsinálni mindenkinek valahol magának kell. Az eszköz az ember végig az, amit az elejétől tanítunk. Tehát ez a nagyon egyszerű gyakorlat, hogy ülünk, hogy leborulunk és éneklünk, meg lehet ilyen kis korrekcióra jönni, koan interjú.
ez egy külön metódus, de enélkül is lehetne. Tehát ez a zennek egy sajátja, ráadásul annak a zennek, amit mi csinálunk, de van, ahol csak ücsörögnek. És az is jó. És ezt kell következetesen és sokáig művelni. És akkor oldódik egy idő után a karma. Nekem az a tapasztalatom, hogy úgy, hogy kérdések tűnnek el. Tehát nagyon nem az van, hogy választ kapsz rá, hanem eltűnik a kérdés. Bizonyos területeken. Más területeken meg megmarad. A nagy kérdés mindig megmarad, hogy mi ez? Ha annak a frissessége megvan, akkor megvan minden. Hogy frissen ránézni belül is, ami benned van, hogy na és ez most mi? És ezt mindig újra kell. Tehát, hogy én nem, őszintén nem tapasztalom azt, hogy ez olyan lenne, hogy na, akkor elérsz egy szintet, és akkor te már valamilyen meggyújtották a Wolfram égőt a fejedbe, és világítasz, mert fölébre. Dehogy is. Tehát ez mind egyszerűen, mint ahogy a párkapcsolat is olyan, hogy minden nap újra kell teremteni, mert minden nap ott van az a másik, és adott esetben hülye, vagy én vagyok a hülye, vagy a stb. Nincs olyan, hogy akkor most megérkeztem, és most már jó, már megszereztem. Ugyanezzel is így van, hogy fölkelek, olyanom van, lehet, hogy sokkal rosszabb vagyok, mint aki két napja gyakorol zent, és még tök friss a gyakorlata. Tehát, hogy minden egyes pillanatban újra és 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 újra akarni kell. Direkt eltúlzom ezt így, hogy az unalma is megjelenjen. Hogy igen, eljövök a szürke szerdákra 150 egyszer is. És ha életmóddá válik, akkor ezek szépen lassan oldódnak. Aztán van, ami lehet, hogy soha nem oldódik. Ott meg az a kérdés, hogy a viszonyod hozzá milyen. Hogy most akkor nem oldódott, na, attól még teázhatunk, hogy ott van az a kis karmácska. Jó van, megsimogatod, és akkor legyen. Tehát el lehet érni egy ilyen, szóval sokszor ilyen nagyon búskomorak vagyunk, meg ilyen homlokráncolósak, hogy akkor a karma, és akkor a családi karma, meg a páros karma, és akkor úristen, tiszta tudat, rendes ház, azt nem tudom elérni. Ez a jaj, el kell menni teázni, ahogy Jojo mondta. Mennyi gyál egy teát, meg egy-egy sütit. És akkor beszélgessünk egy picit. Ezért is fontos, és akkor itt most még egy dolgot hozzácsatolnék, hogy igen, lehet elvesztegetett idő ez az innen beszélés, mert ez így a, mint ahogy a pszichológiában van a pszichoedukáció, ez a zenedukáció, hogy úgy tudjad a dolgokat. De aztán gyakorolni kell. Tehát utána meg akár adott esetben az van, hogy ez nem olyan hatékony, érdekes, de nem olyan hatékony. A hatékony az, hogy akkor gyakorolsz, megkapcsolódsz a többi gyakorlóval. És egymásnak tartjuk a tükröt, egymásnak adjuk a feedbacket, egymásra hallgatunk, és hogyha bízol a másikba, akkor tudom, hogyha Zsuzsi azt mondja nekem, hogy hülye voltál, akkor elgondolkodok rajta. Lehet, hogy két év után, de megpróbálok elgondolkodni. Tehát, hogy ez ebben segít, hogy legyen közösség, és legyenek melletted más emberek is, és ne csak a hacukás, hanem mindenki. És akkor egymásnak segítünk, és akkor megjelenik ez az emberi faktor. Tehát igen, azért kérdez mindenki a karmájáról, mert az okozza a szenvedést. Tehát egyszerűen, ami belül van, a szenvedés nyomást okoz, és akkor kérdeznem kell róla. És amikor szenvedek, akkor nem az érdekel, hogy mindenkinek van-e buddha természete, vagy nem. Meg hogy mi van a Gyémán szutrába, meg az Avatamsaka szutrába, meg a Bódhidharma miket mondott. Hát olyan távol van az akkor tőlem, mint Makó Jeruzsálemtől. Jó, hát meg kell hallgatni, mert azt mondják, hogy Bódhidharma, meg stb. De valójában az érdekel, hogy nem vágom hozzá a tányért a barátnőmhöz, ha hazamegyek, mert olyat mondott. Tehát ez érdekel valójában. És akkor ez meg egy olyan probléma, amit, hogyha elmondom a gyakorlótársnak, úgy egy tajázás közben, akkor azt tud rá reflektálni, és akkor tudjuk egymást segíteni. És akkor lehet változás, mert nem maradunk egyedül vele. Úgyhogy itt a szangának az erejét tenném még oda, mint iszonyatos nagy faktor. Hogy ez van.
Nekem például nagyon nagy élmény volt, amikor hát volt a Covid, és aztán utána olyan nehezen, de aztán beindultak a gyakorlatok, de akkor csak a templomban volt gyakorlás. És volt az, hogy végigcsináltuk az elvonulásokat, mindig akkor, hogy a dharma tanító voltam, én ütögettem általában a csukpit, és akkor utána, na, elmentek az elvonulók, egy-két hardcore ember, hardcore arc maradt, meg a rezidensek, és akkor elfoglaltuk a teaszobát, és teáztunk vasárnap az elvonulás végétől, mit tudom, 2 órától az esti éneklésig, 7-ig, és akkor elmentünk énekelni, aztán volt, hogy még utána is teáztunk 9-ig. És félelmetesen jó volt. Nyilván viccelődtünk is, teákról is beszéltünk, mert beszéltünk nagyon komoly dolgokról is. Ott úgy a gyakorlók. Teljesen informális volt, és spontán. És iszonyatosan sokat segített. Meg segítettünk egymásnak. Úgyhogy nem is ez volt a célja. És az úton lögdöstük egymást. Úgyhogy ez az a nagy erő még, amit érdemes kihasználni. És ezért jó, hogy itt vagyunk. Tehát gyakorlás, kitartó gyakorlás, türelmes viszonyulás saját magamhoz meg a másik emberhez, türelemmel elviselni azt, hogyha nem változtam, nem fejlődtem, még mindig ugyanolyan vagyok, vagy rosszam, ezt mind elviselni. És kapcsolódni a többiekhez. Mert akkor meg tudod élni, hogy jó, hát most ez van, de most teázunk és beszélgetünk. És akkor egy jó egyensúly tud kialakulni. Ezt az egész felébredés meg megvilágosodás dolgot se kell végtelen komolyan venni. Mert rá lehet feszülni. Bármit, amit olyan nagyon rossz érdelembe komolyan veszel, ráfeszülsz, és azon nyomba véged van. Hát ezt nem érdemes elkövetni, a túl komolyan vevést. Éppen elég, eléggé komolyan venni. Köszönöm szépen a tanítást. Nagyon szívesen. Hát akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a nagyszerű kérdéseket, meg azt, hogy itt vagytok és jelen vagytok. Azt hiszem, ezt nem is kell túl cizellálni. Sokszor elmondtuk már ma, de egyébként ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy jó, hogy vagytok. Ezt ilyen egyszerűen, de elég sokszor el kell mondani. Van ez a magyar közmondás, vagy nem is tudom, szólásmondás, hogy nem dicsérlek, mert nehogy elbízd magad. Be kell vállalni ezt a kockázatot. Mi van, ha elbízod magad? Szóval jó, hogy itt voltatok, jó, hogy itt voltunk. Köszönöm ezt az estést, köszönöm ezt az estét is, és gyakorlást is, és folytassuk tovább itt, vagy akár mindenféle más formában is. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!